Konkrétan. Műsorvezető Beleznai Endre. Igen, nagyon sok szeretettel üdvözöljük az összes kedves rádiós hallgatót. Ez itt tényleg itt a Konkrétan című műsor. Én Beleznai Endre vagyok. Ma két csodálatos hölgy a vendégem, a Pardon Me You Zenekarból, Suta Kis Eszter és Götz Blanka. Jó voltam végig? Igen, sziasztok. Igen. Az akkor tisztázzuk a neveket, tehát a Pardon Me az így jól ejtett, tehát pardon, minek ejtjük? Pardon Me. Pardon Me. Igen. Hát a Magyarországon. Pardon. Igen. De hát igen, Pardon Me. Igen, én tudom, mi az lett a neve. Én mondjam, vagy ti mondjátok? Ja, mondjad csak. Hát olvastam. Tudod. Utána igen. Jártam, hát nem mélyen, csak felületesen. Hát nem, hogy a gitáros szekció mindig, amikor elrontott valamit, akkor ezt mondták. Igen. Igen. Hát mindig mindenért bocsánatot kértek, mert ilyen kis önbizalom hiányos kis társulat voltunk nagyon az elején. Azóta remélem egy ilyen 1%-ot növeltünk ezen a dolgon, de hogy így... Rófoltátok. Hát egyébként ugye a zenekar, téged meg Sutának azt meg csak kitáltad, hogy ne legyél kis Eszter? Nem, ez ilyen nagyon mélyre nyúlik vissza, ez mindig szóba jön, hogy lettem én Suta. Tehát így volt egy ilyen japán fan korszakom, és akkor az volt a japán nevem, hogy Esuta Kinoko, de aztán hogy Esztának kellett volna ejteni, de mindenki Esutának mondta, és aztán egyszer egy random srác az utcán utána üvöltött, hogy Suta, és az annyira mindenkinek megtetszett, hogy onnantól kezdve Suta lettem. Hát így. És ez már volt 15 éve. Igen, mondom a kedves rádiónézőknek, hogy SH-val kell mondani. Suta. Ez csak az amerikaiak miatt találtuk ki, mert ők meg csak Sutának mondták, amikor csak simán írtam, és akkor mondtam, nem, akkor Suta. Hát igen, mert ez is nagy igazság, igen. Mert egyébként több mindent énekeltek angolul, már te, mert Suta énekel, csak mondom. És hogy az egy koncepció volt, vagy csak, mert ugye azt válaszolj előbb, mielőtt fölteszek még négy kérdést. Melyikre? Akkor most teszem fel, az első. Nem, hanem, mert ugye nagyon sokan mondják zenészek, meg kb. Igaz is, hogy ugye a rock, ti ugye leginkább rock alapú zenét játszotok. Igen, igen. Mondjuk így alapként vegyük ezt. Rock, tehát szilárd zenei alap. Na, szóval... a szilárd zenei alappal rendelkeztek, és hogy ugye a szövegeket általában ezekre a fajta zenékre inkább angolul jut eszébe az embernek, vagy ilyen angol halandzsaszerűen szokták mondani az alkotók. Mondjuk én egyébként nem, én szívesen beszélek magamról is, de majd az egyik blogban most nem, most inkább majd befejezem a kérdést. Szóval, hogy ezért lettek angol szövegeitek is, vagy pedig mert hogy hát iránya a nagyvilág, mondjuk meg eleve a nagyvilágban vagyunk most a közösségi médiákok miatt. Hát szerintem is, de nekünk szerintem jobban fekszik az angol, de hát talán az jobban beleillik a zenénkbe, de próbálunk mindenfele nyitni, nem? Ja, hát igazából... A spanyolul nem hallottam még. A spanyolul mondjuk majd nem tudunk, de... Majd megkezdődik a afrikai nyelven is az egyik szóló lemezem. Hát ott én szuahélül, mert ezeket eleve csinálom, csak ki szokták vágni, mert félreért. Ez egyik számunkba akartam tenni egy ilyen részt, azt leszavazták. Hát igen, mert félreértik. Azt hiszik, hogy baki közbevek, hát ez egy szó volt, csak nem, minden nem ismerték fel. Minden. De japánul mondjuk mindenképpen énekelhetni, ha már japánban van a neve. Amúgy adnám, mármint, hogy én egy ideig tanultam japánul, de hát belelustultam, tehát ez nagyon nehéz japánul megtanulni. Meg tulajdonképpen így abszolút nem tudok azonosulni a kultúrájukkal sajnos, mert az is egy kemény dió. Igen, erről hosszan de úgy visszatérve, tudnok. Hogy az angol nyelvű számainkra így sokkal könnyebb angolul számot írni szerintem. Úgyhogy mi már egyébként egy olyan generáció vagyunk, akik így fixen tanultunk angolt. Tehát, hogy így nagyjából a velünk egyidősek is beszélnek valamilyen szinten biztosan. És a magyar nyelvű közönséget pedig sokkal nehezebb kiszolgálni, mert egy kötött ritmusú nyelv ez a magyar, és nehezebb például olyan rímeket alkotni, ami jól is szól, és például az én általam például kitalált ritmikával és dallammal is passzoljon. Megértelme is azért legyen. Meg nem kellemetlenül rezonál, hogy ezt már hallottad már 200 000-szer. Hát valószínűleg hallottam, tehát nehéz egyedit alkotni egyébként. Nehéz. Nagyon. Hát nagyon nehéz a dalszövegírás, nagyon kevesen tudjuk. Azt nem mondom, hogy mi tudjuk, de próbálkozunk. Nem, hát most név nélkül említeném Bály Alexet, hogy amikor elindult, és az első dalában az a rímpár benne volt, hogy
mit csináltam mai éltele szenvedélye, mondtam, akkor az kikapcsol, tehát sok évre ennyi volt By Alex, aztán azt megszerettem pár dal, de ezt mondom, hogy ezt azt hittük, hogy ez kész van, ez a dalszöveg, így, az elég nagy baj. No, minden. Ja, és ugye közben meg akkor ítész volt, ugye évszázadokig a kereskedelmi tévében, tehát ő mondta meg a tutit a többieknek, zárójel bezár. Nem vágunk, csak azért mondom, hogy na, és a másik, ami nagyon fontos rólatok szerintem, hogy a Kőbányai Zenei Stúdióban nőttetek, cseperetetek, zenészé, és akkor ezt röviden mondjátok el, addig kimegyek, hiszem valamit. Hogy... Hát ez pont ennyire izgalmas most. De szerintem izgalmas. Hát mikor végeztetek, vagy hogy volt ez? Egyszerre jártatok, gondolom, hiszen... Igen, egyszerre, csak nem egy osztályba, viszont a basszusgitárosunk meg az Eszterők egy osztályba jártak, és hát a Szabó Imre meg a Kis Eszter, és akkor igazából ti beszéltétek meg azt, hogy szeretnétek együtt csinálni egy zenekart. Hát igen, ez úgy alakult, hogy mi az Imrével így kitaláltuk, vagyis hát igazából az Imre találta ezt ki, hogy ő mindenféleképpen szeretne egy olyan zenekart, ahol csajénekes van, és akkor ott megismerkedtünk a számomra a legelső gólyatáborba, és ott így elkezdtünk elsétálgatni így a kisbolt fele, hogy vagyunk már valami piát estére, és ott elkezdtünk beszélgetni. És ott hozta fel ezt, hogy basszus, amúgy te így tök jó énekelsz. És én meg így, tényleg? Kösz. És akkor mondta azt, hogy hát akkor csináljunk egy zenekart. És akkor az elején így ketten voltunk, meg így össze-vissza szedegettünk össze így embereket, hogy na, te jössz? Ja, jövök. És akkor volt egy napig gitárosunk, és akkor utána megint egy napig volt egy másik. És... én meg így rájöttem, hogy hát ott a Blanka a másik osztályban, hát az kurva jó dobol, meg tök jól néz ki. És akkor szedjük már össze a Blankát. Ezért betesz szivatóbb mögé, hogy ne látszódjon. Ja, amúgy én próbálok így lehajolni koncert közben, hogy így, amúgy így látszódjon már a Blanka, vagy tegyük őt előre, vagy valami legyen. Csak ne vigyük hátrébb. Hát azt lehet csak drágább, mert valahogy előre jön ugye robotikával a dobszerkon, pörög egyet. Azt olyan kéne. Összeszedni rá. Hát egyébként érdekes, most talán nem tudom, mennyire érdekes, hogy női dobos, mert ugye kevesebb, mert fizikailag nagyon megerőltető, úgyhogy nem ismertem veled kezet fogni, hogy eltörd az ujjaimat. Nem, hát ilyenről azért nincs szó, de igen, tehát kevesebb a női dobos, az tény. Én is alig ismerek egyébként magamon kívül női dobosokat, de amúgy nem tudom, miért van ez. Hát gondolom, mert az nagyon kemény. Valamiért az ének jobban megfogja a nőket, vagy... Sajnálom, bocsánat, én is hegesztő akartam mondani, de hát ez már foglalt volt. Most mindjárt meghallgatjuk a valamelyik dalt, nem tudom, melyik daloktokat hallgassuk meg, most mondjátok, ami úgy kezdődik, hogy a Blanka durván üti-vágja a dobokat. Mindegyik úgy kezdődik? Hát nem mindegyik, csak a fele. De mondjuk legyen a Still Breathing. Legyen a Still Breathing? Legyen. Igen. Akkor a Still Breathing. Igen, még lélegzem, mondom az idősebbeknek. Na, akkor hallgassuk most meg. Ez a Konkrétan című műsor egyébként. Én Beleznai Endre vagyok, mai vendégeim Göz Blanka és Suta. Insane, you say I'm alive and still breathing.
Hű, de sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Ez itt a Konkrétan című műsor, Beleznai Endre vagyok. Mai vendégeim a Pardon Me zenekar hölgytagjai, Götz Blanka és Suta Kis Eszter, vagy Kis Suta Eszter, vagy Kis Eszter Suta, vagy Suta. A Kis Esztert nem is használjuk, Suta kész. Suta. Csak anyám hív így, tudod. Hogy? Ja, hogy Eszter. Hát, hogy Eszter. Egyébként nekem volt az, mert én is kis vagyok egyébként. Egy nagyon komoly rokoni szálak vannak, csak mondom, hogy a Blanka, ő a Götzanának, ha nem tudjuk ki-e, a Götzana viszont az én feleségemnek, ha nem tudjuk ki-e. Tehát ilyen sok, tehát kicsit, tehát rokonság, de távoli. És egyébként kis vagyok én is, a kis egy ritka név, eredetileg kis vagyok, úgyhogy Eszterrel is biztos. Biztos. Hát a kétessel írod akkor, minden tisztességes kis, az kétessel írja a nevét. Hogyne, hát ez persze. Hát a kis-kisek, hogy egyes, hát az nevetséges. Na, hát nem. Tényleg. Csak én azért megváltoztattam, mert az ritka név, és azért akart, nem akartam így nagy képviskodni, mint te, hogy Kis Eszter. Nekem csak egy becenév jutott, de maradjunk a Sutába, persze. Valakinek felveszem a nevét, aki elvesz. Hát a Suta mindig jó, rövidebb is, könnyebb beleírni bármelyik papírba. Persze. Na majd, ha lesz rá adandó alkalom, akkor többször is leírom. Na akkor ezért térjünk vissza még a Kőbányaira, nem, vagy a Kőbányai Zene Stúdió, mert mondtad, hogy úgy, más utam mondta, hogy úgy szedtétek össze a zenekart, hogy mindig más volt, de ott eleve koncepció is nem, mert én ott készítettem 2010-valahányban, mert tényleg nem emlékszem, milyen jó lenne eszembe jutna, sok interjút, még akkor ugye Póka Egonnal, meg a többiek, és a többiekkel. Na, Antal Timi, ő jutott még eszembe, ő is akkor pont járt, Antal Timi énekelt valamiket. Na szóval, hogy ott ugye össze is hoztak ők zenekarokat, akkor nektek, amiket összehoztak, akkor az úgy nem maradt fenn, hanem inkább válogattatok tovább. Hát ugye több osztály is volt, és akkor az volt egy zenekar, és voltak zenekari órák, de hogy attól függetlenül mindenki válogatott máshonnan. Ja, hát gondolom, persze. Igen, hát hogy... Mindenki megbeszélte, hogy ki milyen zenét szeret, és akkor valahogy így... úgy jöttek össze, igen, az emberek. Mert ugye vannak így ABCD osztályok, és akkor az mindig egy zenekar. Egy osztály, egy zenekar. És akkor nem tudok olyan osztályról, ami így úgy folytatta volna tovább, hogy azokkal a tagokkal, aki az osztályból lett volna, hanem inkább mindig mindenki válogatott mások közül, de tulajdonképpen lehetetlen is lett volna egy zenekarnak, vagy egy osztálynak egy pont zenekarként, mert nagyon sokan voltunk egy osztályba. Tehát, hogy mindig fixen 4-5 énekes volt, 2 dobos, 3 basszus gitáros, 4 gitáros, meg ilyenek, tehát, igen, hogy az ilyen orbitális nagy felállásokba, például Lámpásban nem tudtunk volna felállni. Igen. De ja, igazából én nagyon örülök, hogy így alakult, hogy így ez lett most így a Pardon Me. Még úgy nem vinném el nagyon darkba, tehát hogy ne legyen nagyon sötét a beszélgetés, de hát hogy azért ugye a Póka Egont így posztumusz értéktámadások, tehát ti alapvetően az iskolában nem muszáj a Póka Egont értámadásokról konkrétan kitérnünk, de hogy magával az iskolában egyébként is jól éreztétek, mert nekem az volt a benyomásom, amikor én ott voltam, többször voltam egyébként még, amíg élt Babos Gyula, csodálatos világhírű gitárművészünk, akkor miatt is bementem többször nem dolgozni, csak mert mi sokáig voltunk nagyon jóba. És mindig azt láttam, hogy mindenki hű, de happy, és nagyon magas színvonalú szakmai munka folyik, szinte mindenki csodálatos zenész. Szóval nekem abszolút ez volt a benyomásom, nekem semmilyen negatívum nem is ért el engem, csak most, amikor így utólag nem kitalálták, hanem hogy elkezdődtek ezek a hangok. Szóval ti hogy éreztétek magatokat? Szakmailag is, meg emberileg is röviden vázoljátok fel. Szerintem mi nagyon jól éreztük magunkat, meg csomó ilyen közös program is volt így, suli után voltak ezek a klubestek, és akkor ott mindenki zenélt, és akkor kicsit így jobban összeszokott a csapat, így az egész suli, és igazából a klubestek után megmentünk tovább, és akkor ott is mindenki tudott mindenkivel így beszélgetni, elmondani, hogy miről mit gondol, vagy hogy milyen zenét szeretne csinálni, úgyhogy szerintem igazából voltak ilyen... Hát... Igen. Közös események, volt, amik így összehoztak minket. Így alapjáraton szerintem mi így nagyon jól éltük meg ezt az iskolai közösséget. Tehát, hogy én nekem például ez az egész Póka Egon sztori, ez ilyen nagyon ilyen szívbeszúró élmény volt, ez amiket így írtak róla egy utólag. De én tulajdonképpen, én nem tudom, én azoknak a táborát erősítem, akik így nagyon szerették az Egon. Tehát én személyesen is, meg mint amúgy is így felnéztem rá. Én is, és
Én nem tudom, hát nekem is mondott, tehát volt neki egy stílusa, hát ezt mindenki tudta, tehát ez fel volt rá készülve az ember. Hívják, hogy zenész, hát meg blues rock. Hát egy egyéniség volt, basszus. És nekem is van egy olyan sztorim róla, egy nappal a vizsga előtt Bálinttal, aki a gitárosunk, és most már ugye mi már együtt vagyunk, akkor így ő kísért engem a vizsgámra, és ott gyakoroltunk az egyik alsó zenekari terembe. És akkor így már tiszta ideg voltam, másnap vizsga, izzadtam, mint az állat, és akkor egyszer csak így benyit az egón. Benéz, azt mondja, vakvezet, világtalan kicsike. Azt így berúgta az ajtót, én meg így nyomom a vizsgára, te nem fogsz mondom, ez kellett volna tényleg. De én nagyon-nagyon szerettem, én minden együtt így elfogadtam az egont, én nekem semmi rossz élményem nem volt vele. Én talán még a mai napig is az egyik ilyen meghatározó élményünk szerintem, amikor valahogy úgy alakult, hogy a Pardon Me ezzel a három akkori számunkkal felléphetünk egy ilyen köszi klubos dolgon, és akkor, mert senki nem mért rá, és akkor mi majd most fellépünk. És én még nem láttam akkor az egont videózni, akkor senkit, és minket ott videózott, és én nekem annyira jól esett. Igen. És ott is így, na, nem tudom, én akkor nagyon hittem benne, hogy akkor... Hogy akkor ez ott, jelent valamit. Igen, hogy ott büszke ránk. Hogy én remélem, hogy most is így, ezt így hallja meg, lát minket, és büszke ránk valamilyen szinten. Hát szerintem mindenki. Szerintem ez egy nagyon komoly érték, amit őt létrehozott, hát meg nem teljesen egyedül, de hát nyilván ő vitt az leginkább a hátánvállán az egészet, úgyhogy... Na és te egyébként énekestek mentél eleve odalsodta? Igen, igen. Tehát nekem nagyon random jött ez, mert én körülbelül egy héttel a felvétel előtt találtam ki, hogy akkor van ez a kőbánya, és akkor jelentkezek. Úgy van, hogy két körös a felvételi, van egy első körös, meg egy második körös. Az első körön engem nem vettek fel, mert iszonyat mandulagyulladásom volt, tehát én nem tudtam megszólalni. Tök jól megírtam az elméletet, én olyan büszke voltam magamra, mint az állat, és nem bírtam megszólalni az én, és utána később mondták nekem a tanáraim, hogy egyébként ők úgy hallották, hogy amúgy ez így is amúgy jó, de fel akartak venni, de hát mondták, hogy hát most nem veszítek semmit, ha a másodikra hívnak be, mert akkor legalább fixen elmegyek a táborba, mert mindenkinek kb. Így ajánlott volt, hogy menjen el a táborba, és akkor utána van a második körös felvételi, és ott már szerencsére felvettek. De ja, én nagyon szerettem volna énekre, és sikerült is. Hát nagyon jó, tényleg. És egyébként a dobosoknak már kell tudni valamennyire dobolni, vagy az alapoktól kezdjük? Nem, hát ott is meg volt adva, hogy mik a feltételek, és hogy több számot is kellett vinni, volt ott is egy ilyen kottaolvasás, szóval ott is voltak ilyen elvárások, igen. Most csak azért nem kérdezek mélyebben bele, mert ez nagyon izgalmas, mert lejárt megint az időnk, jó. És megint meghallgatjuk az egyik dalotokat, aztán jövünk vissza, beszélgetünk tovább, ez a Konkrétan című műsor, Beleznai Endre vagyok, mai vendégeim a Pardon Me zenekar hölgytagjai Suta és Götz Blanka.
grab you. You constantly make the dance that fake on in my dream of two ways went away. What if you didn't wake me up? Feldolgozhatatlan mennyiségű szeretettel köszöntjük a drága hallgatókat. Ez itt a Konkrétan című műsor, Beleznai Endre vagyok, mai vendégeim a Pardon Mi zenekar hölgytagjai, Suta és Götz Blanka. Sziasztok! Ja, az már megvolt, már köszöntünk. Igen, hogy Blankánál tartottunk, hogy dobol, és hogy miért, és hogy ez kiskorodban már az volt, hogy össze-vissza csörömpöltél, és mondták a szülők, hogy ebből baj lesz később. Nem, ez nem így volt. Ez csak úgy volt, hogy igazából édesanyám meg édesapám is zenészek, de ők klasszikus zenészek. És akkor én kiskoromban elkezdtem hegedülni, mert ugye édesanyám is hegedül, és akkor ő tanított engem, plusz jártam zeneiskolába is, és akkor egy ilyen 8-10 évig hegedültem, és aztán rájöttem, hogy igazából én nem klasszikus zenét hallgatok, és nem annyira azt szeretem, hanem inkább a rockzene felé hajlok, és akkor igazából innen jött az ötlet, hogy én szeretnék dobolni, és akkor ilyen 16-17 évesen jött az ötlet, hogy én ezt szeretném csinálni, és aztán pedig jelentkeztem ugye Kőbányára is, és akkor innen. De még maradjunk még otthon, mert hogy gyorsan ledaráltam. De hát azért, mert hogy a régen, most már nem, mert nyilván technikailag fejlődtünk üde sokat, de hogy régen azért volt probléma például egyébként a hegedű is, meg a dob is, mert amikor kezdő az ember, akkor a hegedűt is nagyon nehéz hallgatni, meg a dobot is. És akkor ti hogy oldottátok meg? Már elektronosat vettél, hogy ne zavard őket, vagy építetek neked egy külön kunyhót, hogy ott verjed? Hát először vettünk egy rendes dobszettet, ami nagyon hangos volt, és ugye társasházban lakunk, szóval a szomszédok már a második nap jöttek, hogy ez így nem lesz jó. Aztán így letompítottam, de akkor is nagyon hangos volt, úgyhogy azt leraktuk a pincébe, és vettünk egy elektromos dobot, és az már annyira nem zavarta őket, de még havonta átjöttek, hogy azért kicsit... De az elektromos... moderáljuk magunkat, de... Hát nehéz, ez nem olyan műfaj. Igen, és aztán meg elköltöztem, és akkor most nálam van az elektromos dob, de ott meg senkit nem zavar, úgyhogy most megvan oldva a helyzet. De az elektromos dobban nem úgy van. Ja, akkor is hallják a szomszédok, ez milyen házba laktatok, hogyha bedúl azért, a fületbe? Hát mi laktunk legfelül, és aha, akkor az alattunk lévők hallották, még igen, kettővel is alattunk, hogy én itt mondjuk gyakorlok, meg kopogok, meg nem tudom. De most meg, ahol lakom, ott igazából nem hallja már szinte senki, mert alattunk már csak a pince van. Azt hittem, hogy már elköltöztek. Minél kevesebben vannak a a pincéből már nem kopog fel senki, úgyhogy. Jó. Az még kemény lesz, hogyha egyszer fölkopog valaki a pincéből. De egy dobszerkó, akkor még ott van a szülők pincéjébe? Igen, az még ott van, de az már nem használható. Sajnos. Megették az egerek. Igen. Megette a szú. Nem, hát egyszerűen nem volt jó az a dobszett, úgyhogy ezt már nem is erőltetjük. Hát nehéz, igen, nehéz. Nem baj, majd egy másikat. Nekem az egyik lakásunk pincéjébe egerek ették meg nagyon szép verseimet. Most itt kérnék egy pár perces csend. Ez mondjuk nagyobb baj. Hát ugye, igen. És én bizonyos sorokra emlékszem csak belőlük, hát írhatnék újat, de ilyenkor az ember ragaszkodik, hogy de hogy volt. És érzem, teljesen. Ugyanígy elhagytam a dalszövegeimet. Mert hogy én elhagytam a dalszövegeimet, nagyon sokat, mert ellopták a telefonom, és annak a jegyzeteibe volt benne, és semmi felhő mentés nem volt benne, hanem az öt egy, az egybe eltűnt. Szóval teljes mértékben átérzem. Hát főkönnél legalább a szövegeket küldjék vissza. Már lehet, hogy
csak lopni tudják, nem tudják használni a telefon, nem találják. Szerintem csak fölhívnak. Ne haragudj, hogy hol van? Mamma, még egyszer, ne haragudj. Hát. Na és arról beszéltek akkor, hogy mert most csináltatok dalokat, ugye ezeket hallgatjuk, nagyon tetszik nekünk, a kedves hallgatóknak is, már most megmondom őszintén, annyi jött a telefonomra, semmi se, de mindjárt, majd mindjárt. De, hogy... Itt írja Mari néni, hogy kedvetlen. Szeretnék még ebből négyet. Na, hogy a... négyet lefele halkítani. Hogy ugye mik a tervek, ezeket szoktam kérdezgetni, mert ugyan én is most éppen dolgozom a lemezen, ez nagyon fontos, hogy tudjátok, de nem ez... A promóció. Négyszeres zárójel. hogy írjátok a dalokat, rakjátok össze, tehát nektek is van egy ilyen, hogy csináltok lemezt a klasszikus értelembe, vagy merre próbáltok eljutni a közönséghez? Hát igazából... Pontosan mi a kérdés? Hát ugye... De most azért kicsit elvesztem. De nektek is felhívnám a figyelmeteket arra, hogy a modern interjúkészítésnek nem része a kérdés. Tehát úgy, ahogy a... Meg kicsit elvesztem így a saját gondolataimban is, de... De láttam rajtad. Nem, hát az, hogy most ugye vannak a dalok, itt lemennek, ez nyilván hatalmas robbanás lesz a zenekar életébe, tehát innentől kezdve akkor tényleg Wembley, meg hát tehát az Azaria sehol nincs. Hát mi is csináltunk már két arénás koncertet, csak hát annyira hamar elkeltek a jegyek, hogy meg se kellett hirdetni. Szóval senki nem beszél róla, de ez megtörtént. Olyan hamar elkeltek a jegyek, hogy nem is volt ott senki. Olyan hamar az volt. Az a B-verzió. Maradjunk még az A-nál. Nem, az még jobb, hogy olyan gyors volt a koncert, hogy nem vették észre. De hát hogy... igen. Így történt. Na de hogy mi? Tehát, hogy most vannak a dalok, az tök jó, és akkor mi a terveitek, hogy hova rakjátok őket? Hát igazából, hogy minél többen megismerjenek. Most azt látom jelenleg, hogy amióta kiadtuk az albumot, így Spotify-on így töröget felfele, mint Magyarországon is, meg a környéken, de én pont azt veszem észre, hogy most nekem ez nagyon nagy meglepetés volt, de egy háromszor vagy négyszer annyian hallgatnak minket Amerikába, mint Magyarországon. És tulajdonképpen én nagyon szeretnék egyszer így tényleg, ha csak ilyen egy-két koncertet, de így elmenni Amerikába egy zenekarostul és valamit csinálni, mert tényleg úgy látszik, hogy most ott egyelőre egy jobban talán szeretnek minket. Ez a műfaj egyébként. De... Igen. De én egyébként pont ahhoz tartom magam, hogy ezt így érdemesebb itthon is valahogy így bevezetni, mert van kétfajta dolog itthon most jelenleg, van az alterzene. Meg a disznó. Van, nem, az meg, akkor három, mert az meg az underground. Igen. Tehát, hogy van az alter, aki mindenki és Carson Coma, és van a rap, ami meg elég szertágazódó, de amúgy az is, és akkor van az underground, és akkor semmi nincs más. Csak ez a három, amiből választhatsz, csak ebből igen. Kereshetsz pénzt, vagy csak ez, amivel így befuthatsz, és akkor többi az így senkit nem érdekel. És én szeretném egy kicsit így felhozni ezt az egészet, mert ennek van egy ilyen tök jó kultusza, ennek az egész stílusnak, ennek a igazából valamilyen szinten így a klasszikus vonalat is szeretnénk erősíteni, tehát ez tökre vegyítjük a felvételeinkbe ezt a modern hangzást, ezeket a kis effekteket, meg ezeket a kis újításokat, meg ezt a régi ilyen törzs rock hangzást. Tehát én ezt így szeretném így tartani egy kicsit, mert én extrémet szeretek hallgatni, meg mindenféle ilyen, most nem mondom, hogy DC-t, de hogy annak is volt egy ilyen varázsa régen, tehát hangzásilag biztosan. Most is van. Akármikor szállnak, az teltházas mindenhol. De hogy én nekem az egyik kedvenc zenekarom például az Extreme, és én például nagyon szeretem az ő hangzásvilágokat is, nem csak a zenéjüket. Tehát, hogy valamilyen szinten ezt így szeretném tovább vinni a mi zenénkbe is. Ha nem fogadják be, akkor csak örömzenélünk, de hát akkor is valami önazonosnak kell maradni valamilyen szinten. Igen, meg hát valamennyi, hát én ismerek rockereket továbbra is, tehát azért az mindenki. Azok mindig lesznek. Mindig. Meg kell őket találni. Amint a földkerek, mindig lesznek rockerek. Így van. De a nemzetközi karrierre, a dalszövegekre jó a japán, már mutkos eszembe jutott, mert csak annyit mondasz, hogy az már japánul van. Írunk egy olyan számot, amiben csak annyi lesz, hogy sumimasen, mert a japánok mindenre ezt mondják, így el tudnak intézni egy ilyen 10 mondatos beszélgetést annyival, hogy sumimasen, és akkor így, akkor ahogy hangsúlyozzák, teljesen jó beleilleszthető minden kontextusba. És az mit jelent, fordítsd le nekik? Hát ez tulajdonképpen majdnem, hogy a most nem akarok hülyeséget mondani. Ja, akkor
Hát mondj valamit, nem beszélnek nem, japán. Szerintem az valahol az elnézést és a nem tudom mi között van, mert nem egy konkrétan egy elnézés szó, vagy de lehet az is, mert hogy na mindegy, ezt azért ne rakjuk bele. De nekem nagyon tetszik. A szobimasen. Akkor ezzel fejeztük be. Hát ez ugyanaz. Hát ez is lehet, ezt mondom, ugye? Na, hát ez a vége. Köszönjük akkor eddigi figyelmet, most meghallgatunk még egy dalt a japán turné előtt. Japán. És akkor mindenkinek csokoljuk a kezét, nem sokára jövünk még egyszer vissza, ez a Konkrétan című műsor, én Beleznai Endre vagyok, a mai vendégem a Pardon Mi zenekar hőtagjai Suta és Götz Blanka. Még egyszer
elképesztő mennyiségű szeretettel üdvözöljük a rádióhallgatókat, akik most csatlakoznak hozzánk. Nekik elmondjuk, hogy ez a konkrétan című műsor. Beleznai Endre vagyok. Mai vendégem a Pardon Me zenekar két hölgy tagja, Suta és Götz Blanka. És akkor most azt, akkor térjük arra rá a szünetben, amíg itt hallgattuk a dalotokat, addig beszélgettünk, hogy milyen stílusnak hívnak benneteket. Beszéljünk arról egy picit. Mi vagyunk a Gumimaci Grunge zenekar. Magyarország első számú Gumimaci Grunge zenekara. Igen. Aki nem tudja, a grunge, az a grunge, az ugye a garázs rock zenekar volt ugye az USA-ban, jött például a Two Princes, abban egy kis részletet. If you... Szóval, meg a Nirvánát is grunge-nak hívták, nem? Igen, az is grunge, de nem, amúgy nem az ilyen, majd mindenki a grunge műfajt a Nirvánával azonosítja, de szerintem amúgy sokkal több van még benne, mint amit a Nirvana csinál. Meg a Nirvana-ban is több van, mint csak simán grunge. Tehát, hogy igen, egyébként nagyon nehéz ezeket így bekategorizálni. Általában ezek a műfaj, régen sem volt sok értelme, amikor 4 volt, most van 354 fajta műfaj besorolás, tehát most már az égvilágon semmi értelme. Persze. Jó, hát az, hogy mi az alapja, az lehet, hogy az valamit üzen, hogy most rokkosabb, vagy poposabb, vagy keményebb, vagy lánya. Igen. Rók zenekar. Így, róka. De hogy bármi, hát, hogy van rengeteg olyan szám is most már, vagy dal, az is leszoktak szidni zenészek, nem szabad számnak hívni. Szerintem szabad egyébként, de mindegy. Szabad. Nóta. Tehát olyan is, amikor mit tudom, ilyen három előadó van, és akkor minden a három teljesen másik stílusba énekel, és az egy dal, szóval. Hát az durva, amikor egy dalon belül így változik. Mármint, hogy én adom, mert én nagyon szeretem például most az egyik kedvencem, a Skindred, az egy ilyen fekete csávó, aztán angol, és ilyen nagyon büdös metal zenét játszanak, és akkor közben van egy ilyen ragatonos regis rész, és akkor utána megint ilyen gyilkolás, utána pedig megint egy ilyen segrázás. De ez nektek is van, nem van? Van egy ilyesmi. Előfordul. Igen. Van egyébként. Melyik? Hát mármint, hogy nem, van olyan, ami beváltakoznak a stílusok egy számon talán belül az nálunk. Azulába. Az Azula, meg szerintem a Versace-ba is. A Versace and Cigarettes című számunkban az elkezdődik ilyen bűzösen, ilyen szagos metál-szerű dolog, aztán utána meg ilyen kibontakozott kis dallamos, kedves éneklés. Igen. A refrén. Idegesen kezdtek, aztán megnyugodtok igen, közben. Igen. Hát igen, ez a kettős személyiségeinknek az átka. És játszani hol játszotok, és milyen gyakorisággal? Hát most egyre sűrűbb a dolog. Igen. Most minden hónapban játszunk egyszer-kétszer mostanában. Hát most eléggé besűrítette a repszi nekünk így a dolgokat. A menedzser. Igen, a menedzser. Az is van, jaj, de jó. De muszáj mondani, mert nem hiszi el magáról, hogy az. Mert ugye nem képes elfogadni ezt a titulust, amit így ráaggattunk. Minket meg muszáj noszogatni. Igen, szóval ő egy tök jó felvállalta a Rebecca ezt a történetet, és amióta ő ezzel foglalkozik, így rengeteg koncertünk van. Most így előre ráthatólag minden hónapban szerintem van 1-2-3. Igen. Tehát, hogy... Hát ha eszedbe jut, mondjál valamit. Pesten most a legközelebbi az most kineveztünk egy ilyen bulit szülinapi koncertnek, oda mindenkit várunk szeretettel, április 12-én a Dopaminba. Tulajdonképpen mi februárban születtünk, tehát hogy ez a Pardon Me, ez így februárban alakult, de mi még soha nem tartottunk szülinapi bulit, szerintem, amióta így létezünk. De most már itt az ideje. Igen, hát én annyira készültem, hogy a táncos lányokat már elhívtam, már Lufikat is, már Lufikat is vettem, ki lesz írva, hogy Pardon Me, Lufival, és tortát is sütök. Szóval nagyon készülök erre az első szülinapi bulinkra, ami már nem tudom, hanyadik amúgy, de... Hatodik. Ötödik? Á, nem hat. Júj. De amúgy meg vonjunk le belőle kettőt, mert a Covid-ban nem működött senki. Jó, akkor. Szóval legyen... 4. Egyezzünk ki 3. 3? Jó, hogy nem voltam jó töriből, ahogy mondta a régi izé. Az évszámok, az engem is ott megzavar mindig. Nem, hogy régi kolistársam mondott egy ilyen sztorit,
hogy valami matekos dolog volt, amit így elrontott, és mondta, hogy jó van, nem voltam jó töréből. És azóta mindig mindenre ezt. A matekban sem törtek, azt lehet elének becézni. Tört az mindent az a lány. Mert azt is olvastam a kiterjedt bulvár sajtótokban, ami veletek foglalkozik, hogy az évszámokról jutott eszembe, hogy van valami dalotok, ami az a címe 5 év, vagy hogy mi? Mert hogy neked ja, volt... Five years, igen. És ez a sota miatt van az egész vadbe. Igen, ezt én tettem. Hát ez a Five Years, ez tulajdonképpen még a leghosszabb, legkomolyabb kapcsolatomról szólt, egy 5 évig tartott, és akkor így azt így próbáltam lezárni ezzel a számmal. Tehát, hogy én magamnak is egy ilyen megnyugvást jelentett, amikor így megírtuk ezt a számot, így minden dühömet, meg bánásomat ki tudtam benne adni, na akkor ez olyan jó sikerült, hogy utána újra összejöttünk az illetővel, és akkor még együtt voltunk 3 évig, tehát összesen most már összeírhatnám, hogy a 5 years legyen 8 years, de ja, hát az se sikerült jól, mert hát csak a... 3 more years az. Ja. Szerintem még refrénnek jó is, vagy indító szöveg. Csak a töltött káposzta jó újra melegítve, ezt megtudtuk így az egészből. De igen, van egy ilyen számunk is. Hát a művészet eleje az nagyon fontos egyébként. Én játszottam most nem tudom, minek hívják, mindegy van a Budai Csabi nevű gitáros operatőrfiú, és akkor volt egy olyan zenekar, hogy Belezai Endre és a Gin. És hol voltunk? Szentendrén volt egy olyan, hogy így hosszú a történet, ha nem jut eszembe. Mindegy blues fesztivál lényegében, de valami azt hiszem nehéz zenei fesztivál az volt a neve. És akkor bluesdapnak mi voltunk az árói, és a helyi pizzás azt mondta, hogy ezt itt nem lehet, mert hangosak vagyunk, és hagyjuk abba. És akkor én megnéztem, hogy meddig van a nyitva, mondott, hogy 10-ig van nyitva, mi 10-kor kezdünk, tehát szerintem ez így megoldja a vitát. De ő nagyon hadonászott valami nagy késsel, azt csak mesélték, azt nem láttam, de így jobbat sztori. Nagy késsel hadonászott, hogy elvágja a 480 wattos kábelt, mondom, arra azért én oda megyek, azt megnézem, meg videóra is veszük, mert ritkán lát ilyet az ember szikrázó tehetséget. Na de nem ez a lényeg a sztorinak, hanem az, hogy mint minden nagy rockzenekar, ugye frontember, én is átöltöztem kétszer is. Tehát másik sapkát vettem, talán a pólót is kísérít, szóval épp átöltözésben voltam, és akkor kikukkantottam a közönségről, hogy szeretik-e. Az egy nagyon jó bulink volt, azt nagyon szerették, azt tényleg színvonalas is volt, ezért aztán nem készült róla semmilyen felvétel. Na, és ott csápolt az ember az elején, tehát a bűvészet ereje. Tehát abból, hogy el akarta vágni a kábel, az elektromos áramot nekünk, ott ugrabugrált, és nagyon boldog. Az igen. Igen. Ez na, most van mindenkinek. Azt elmondtam, hogy most már semmi időnk nem maradt a párdon, mi jövő évvel foglalkozni, de azért mégiscsak tekintsük extra időben, tekintsük rá, hogy mit láttok magatok előtt, hogyan próbáltok előrelépni, mondtátok, hát most... hogy titkos, hogy majd fölléptek, ahol amit nem árulunk el, tehát igen. Ezekről beszéltek, amikről nem tudtok. Amiről nem lehet arról beszélni. Stratégiai terveket. Hát most pillancsuk a jövőbe. Lesz olyan zenekar, akik úgymond eléggé népszerűek, és előttük fogunk majd zenélni, de majd ez úgy is kiderül idővel. Igen, tehát minden infót kiszivárogtatunk a Facebook, TikTok, meg Instagram csatornáinkon, a trash mellett természetesen, amit sajnos én csinálok. Igen, mindenhol úgy vagyunk föl, hogy this is pardon me, szóval igazából bármi információ lesz, azt én oda fogom posztolni. Hát most te elő is hosszan tudnánk gondolni. Facebook, Insta, TikTok, hogy lényegében a trash az néha népszerűbb, mint a normál tartalom, vagy nem néha, hanem mindig, vagy nem tudom. Hát általában jobban kapnak rá az. Igen, interek. Vagy hát merem nem élni, mert igazából ez a személyiségem egy része. A trash. Tehát, hogy így ez az, amivel tudok azonosulni. Valaki így nagyon szépen és nagyon kis intellektuálisan így üdvözli a közönségét a social médián, én pedig így, nem tudom, felteszem, hogy így fél részegen, hogy stúdiózok otthon apámmal. Tehát, de hát ennek is megvan a közönsége, én hát ezeket az embereket szívesen fognám meg. Hát meg azok emberi pillanatok. Igen. Meg akarod őket fogni? Mindegy, ezt később majd megbeszéljük. Én fogdosom őket, ők meg kövessenek. Hát őket így van. Most visszatették a fácsira a bökés pozíciót. Tényleg? Nem tudom, miért tették. Mindenki elkezd böködni. Igen, mert nem tudják, mit jelent azért. De igen, ezt majd elmondjuk majd a következő adásban, igen, hogy mit jelent a póke. Igen, nem annyira. Nem hát az ismerkedés, hogy még nem járunk, még nem hívlak el sehova, csak pókollak, tehát, hogy megböködlek, hogy majd szeretnék udvarolni, ez azt jelentett az elején, de mint hogy ugye nyugdíjasok nem tudják, nem csak a nyugdíjasok, senki se, tehát össze-vissza pókolnak, és mindegy. Na, hát nem ezzel akartam befejezni, hanem hogy sok sikert kívánok.
Pardon Me zenekarnak, keresétek őket az összes felületen, Spotify-on fönn van a lemez, és hát akkor tényleg április 12-én meg menjen mindenki a dopaminba. Pardon Me születésnapi koncertre. Köszönöm, igen, hogy eljöttetek. Mi köszönjük. Összefoglalom, hogy ez a konkrétan című műsor volt, Beleznai Endre vagyok, mai vendégem a Pardon Me, Pardon Me, női tagjai, az énekes Suta és dobos Götz Blanka voltak. Köszönjük. Sziasztok. Sziasztok. Önök a Konkrétan című műsorunkat hallották.